Üdvözlök mindenkit a 10. kérdezfelelek videómban. Egy YouTube poszt alatt ismét lehetett tőlem kérdezni, és Instagramra is kiírtam, és hát jó sok kérdés érkezett ismételten, úgyhogy kezdjük is. Ha fejlesztenéd a setupod, akkor miből vennél újat? Én úgy vagyok fel, hogy a setupom szerintem már eljutott egy olyan szintre, hogy nekem, amire én használom és amire nekem kell, tökéletes, és nem szeretnék jobbat. 3 monitor van már, egy eléggé erős gép. Ha valamit ki szeretnék emelni, akkor az talán a videókártya lenne, RTX 3070, félreértés ne essék, egyelőre még úgy, ahogy elég, de jövőre szerintem már újat kell vennem. Milyen vezeték nélküli egeret ajánlasz 2023-ban? Mióta az Asus-tól megkaptam a ROG Harp Ace Aimless Edition Gamer egeret, én azóta ezt használom, vezeték nélküli, használható USB-s kis receiverrel, Bluetooth-on vagy akár vezetékkel persze. Nagyon sokáig kibírja az aksia, erről van egy részletes videóm, ezt mindenkinek tudom ajánlani. Nyilván nem olcsó, de a jó dolgoknak megvan az ára. Ha ennyit nem szeretnél rákölteni, akkor amit ajánlok, az a Logitech G305, nekem ilyenem nincsen, de sok jót olvastam róla és rengeteg embernek ajánlottam, úgyhogy Logitech G305, ha olcsóbb kell, ha pedig szeretnél valami drágábbat és jobbat, akkor a ROG Harp Ace szerintem tökéletes. Milyen kamerát használsz? Egy évvel ezelőttig a fő kamerám ez a Sony A5100-as volt, ami kicsit kopottas állapotban van már és bevallom, van néhány hibája, úgyhogy azóta én vettem egy új telefont, az iPhone 13 mm-et, és annak a képét láthatjátok most is, a videóim 99%-át ezzel veszem fel, mióta megvan. Ha esetleg a kamerával magát a telefonomat kell felvennem, akkor beszokott segíteni az iPad Pro-m, mert ennek is amúgy elég jó kamerái vannak, és kövezzetek meg, de jól lehet vele videózni. Van-e homelabed, és ha igen, milyen? Hát homelabnek nevezni kicsit túlzás, de igen, van egy i3-8100-as gép, 8 GB RAM-mal és egy R9-380X-es videókártyával jelenleg. Ez az én tesztgépem, ami amúgy kint van a weboldalamon is. Ez a gép amúgy már volt minden, amikor valaki átjött hozzám, akkor gamergépnek használtuk. Volt ez már NAS, média szerver jelenleg, úgyhogy elég sok mindenre van használva, és színes a felhasználása. Jelenleg, mint mondtam, média szerver és NAS. Tervezed megvenni az iPhone 15-öt? Korábban, mint mondtam, nekem egy iPhone 13 minim van, amit én még a kis mérete miatt is szeretek. Az akkumulátora hát nem olyan jó, mint amit számítottam, mindig nálam kell legyen egy powerbank, de már megszoktam, ott van a táskámban, és azzal mindig kibír legalább egy napot. iPhone 15-öt venni viszont nem hinném, hogy fogok, mert annyi változás nincsen a 13 minihez képest, maximum a kamera, ami jobb lenne. Ugye ezzel veszem fel a videókat, de akkor már inkább vennék egy rendes kamerát, mert annak több értelme lenne így. Szerinted a hardware a Pro megbízható, ha például használt telefont akarok venni? Nem szoktam használtan dolgokat venni, de ha mégis erre kerülne sor, akkor a Facebook Marketplace-et és a jófogást egyből elkerülöm. Általában én is hardware a Pro-n nézelődök, de nem ez a garancia persze arra, hogy nem vernek át. Amikor ott vagy az eladóval, meg kell nézni a telefont, hogy minden működik-e rajta, csatlakozók, kamerák, gombok, e-mail szám, nem iCloud zárása esetleg, ha iPhone-ról van szó. Utána kell nézni, ki kell próbálni, és ha jó, akkor kell megvenni. Drágább eszközeket én mindig személyesen vennék át, nyilván nem postáznám, pont ebből az okból, hogy meg tudjam nézni személyesen, hogy azt kapom-e, amit szeretnék. Fogsz tartani nyereményjátékokat mostanság? Jelenleg semmiféle nyereményjáték nincsen betervezve, de ez általában csak úgy jönni szokott, ha van valami teszttermék, amire nekem nincsen szükségem, akkor általában kisorsolom, már volt is ilyen a csatornán, ugye a G-Lab-bel is volt ilyen együttműködésem és a SteelSeries-del is, úgyhogy iratkozzatok fel, ha ezekről nem akartok lemaradni. Milyen sorozatokat nézel? Én nem az a fajta ember vagyok, aki az egész Netflixet végignézi, mert nincsen jobb dolga, nem ilyenekkel szeretem tölteni az időmet, viszont most nemrég Adri rávett arra, hogy nézzük meg a Nagy pénzrablást, most ezt nézzük éppen. Most dolgozol valami projekten, amiről mi még nem tudunk? Nem csak videót értek ez alatt. Az iPad-emről hamarosan készülni fog egy teljes videó, ami hosszabb lesz a megszokottnál, mert nem csak az lesz benne, hogy felolvasom, hogy mi van benne, meg hogy ilyen kijelző, ilyen processzor, mit tudom én, hanem a tényleges tapasztalataimról szeretnék beszámolni, hogy milyen ezt használni. És ha nem videós projektek, szeretném majd az Extreme Shell-t egy kicsit átalakítani, továbbfejleszteni, mert azért még van vele munka, csak most elhanyagoltam, mert nem volt rá időm, de szerintem talán még idén, bár ezt nem garantálom, érkezni fog hozzá egy hatalmas nagy update. Hányadikba jársz, hány éves vagy? Ez minden kérdezfelelek videó alatt szerepel, de 17 éves leszek egy hét múlva, és 10-dikbe járok. Miért van ennyi csak szponzorokból álló tartalom? Ezt a kérdést mostanában nagyon sokszor kapom meg, mert tény és való, az utóbbi fél évben a szponzorált tartalmak száma igencsak megszaporodott. Amit mindenképpen szeretnék leszögezni, teljesen mindegy az, hogy adott cég mennyit fizet nekem, a véleményem a termékről mindig őszinte, azt mondom el, ami igaz, tehát ha egy termék rossz, akkor én azt megmondom.
Szerintem az, ha egy videó szponzorált, az nem rossz dolog, sőt kifejezetten jó, mert ezek lehetőségek nekem, hogy bizonyos termékeket megkapjak és tudjak nektek tesztelni. A legtöbb ilyen termék nem juthatna el hozzám, csak ha megvenném őket, amit nyilván nem szeretnék. A legtöbb esetben pedig a fizetésem az az, hogy az adott teszterméket megtarthatom. A YouTube-os kérdésekkel megvagyunk, térjünk át az Instagramra. Milyen volt az első setupod? Valahogy így nézett ki, egy 13 éves laptoppal, ha jól tudom. Nem volt jó, de valahol el kell kezdeni. Ha a jövőben lecseréled a telefonodat, akkor maradsz az Apple-nél? Hát nem most fogok telefont cserélni, de ugye nekem van egy iPad-em, van Apple Watch-om, és ezeket le kéne cserélnem akkor, ha Androidra váltanék vissza. Jó, az iPad-et nem feltétlenül, de Apple Watch-ot Android mellé nem használhatnék. Úgyhogy valószínűleg igen, iPhone fogok venni majd egy pár év múlva. Legnagyobb életcél? Ilyen konkrét és megfogható életcélom nem nagyon van, amit kitűztem magamnak, az talán az, hogy amit csinálok, és most nem feltétlenül videókra gondolok, az legyen az embereknek hasznos, vagy szórakoztató, vagy valamilyen értelemben legalább pozitív. És ezek lettek volna a kérdések, remélem, hogy a videó tetszett, ha így volt, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, és majd találkozunk egy következőben. Sziasztok!